Az egyik sérülttel beszélgetek, aki tegnap Gyöngyös Patán mint egy 80 darab cigány támadott meg. Mi történt pontosan? Pontosan az történt, hogy az egyik ismerősünk, azt tartottunk a sarki házba, becsöngettünk hozzá, nem volt otthon, rendőr egy darab nem volt a sarkon, elindultunk visszafele, mekkor előkerült a 80-100 cigány, bottal, ásóval, kövekkel nekiálltak bennünket dobálni. Mi próbáltunk segíteni egymásnak, ez nem nagyon sikerült, kisebb-nagyobb sikerrel. Most három ember kórházban van, az egyiknek leszakadt az ujja, betölt a feje, a másik embernek ugyanez betölt a feje, az egyik súlyos sérülés szenvedett, a harmadik embernek pedig most kapják ezt az elkapcsát. Mit gondol, hogy miért történt mindez? Fogalmam nincs, de nekem az a gyanúm, hogy ez illet megrendező, ez a műbalja. Az Arany János utcánál. Uh-huh. Tehát ott már történt egy kis összeszólalkozás valaki? Így van. Oda mentek a rendőrök? Így van, és itt nem maradt egy rendőr se, de gyanítjuk azt, hogy mivel pillanatok alatt előkerültek, hogy nem is bennünket akartak, hanem a Hartyányi Attilának a házát szeretnék volna betámadni, mert ugye már fenyegetések mennek másfél hete. Uh-huh. Mennyire itt tartott a támadás? Mert tud-e visz emlékezni rá, hogy néhány perc? Most nekünk óráknak tűnt, de állítólag egy-két perc alatt lezajlott az egész megidejét. Önnek milyen sérülései lettek? Nem, én a lábamra kaptam bottal, a karomra kaptam, hátamra. Aha. Mennyi idő alatt értek ide a rendőrök? Hát, én azt meg nem mondom, de szerintem mondom állítólag egy-két percen belül itt voltak, de... Uh-huh. Megbilincselték önöket is? Így van, mind a négyünket. Azt is, akinek leszakadt az ujja? Nem, mindenkire bilincsettettek, aki mentőautóban volt, azokat is így van. Aha. És a rendőri intézkedéssel egyébként meg voltak elégedve? Nem, mert én ott álltam a mentőnél, odajött az itteni parancsnok, akinek a nevét nem sikerült megtudnom. Telefonált, annyit kérdezett tőlem, hogy mi a nevem. Megmondtam neki, belemondta a telefonba. Aztán a mellettem álló rendőrnek közölt, hogy Janicsek, garázdaságban bilincsettek. Ön Gyöngyöspatai lakos egyébként? Nem. Uh-huh. Ön is itt pihent? Így van. Uh-huh. A barátai házán. Így igaz. Ön mit gondol, hogy mi lesz ennek a folytatása? Kihallgatták Önt? Hát akár többször is. Így igaz, kihallgattak. 3-4 órát ültem az árkában, aztán vittek kihallgatásra, úgy hallgattak ki, mint tanult. De előtte látták a sérüléseit? Nem. Tehát először kihallgatták, és utána ment orvoshoz. Így van, amikor kiengedtek haza, akkor vittek el a ügyeletre a kórházban. Köszönöm, hogy mindezt elmondta.